Salgótarjánban is megrendezte hagyományos tavaszi állásbőrzéjét a Nógrád vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási szakterülete. Az esemény megnyitóján dr. Szabó Sándor főispán többek között arról is beszélt, miért jók ezek az állásbőrzék a munkakeresők számára. Az igazság az, hogy ilyen hullámokban látszik az, amit munkaerőpiaci helyzetnek hívunk a térségünkben, de hát mindenki tudja nagyon jó, hogy pár évvel ezelőtt mivel küszködtünk, a pandémia az egész ország gazdaságát, főleg egészségügyét és mindennapi életünket is jelentősen befolyásolta, de örömmel vettem részt már tavaly is ezen a rendezvényen, hiszen újra meg tudtuk csinálni ezt az állásbőrze sorozatot. Mind a 6 járási székhelyünkön megtartjuk ezt a rendezvényt, amelynek a legfontosabb célja az, hogy találkozzon az, aki munkát ad, és aki munkát vállalna. Ennek a lényegét én abban látom, hogy ha valaki úgy megcéloz egy munkahelyet, és akkor elmegy egy állásinterjúra, akkor szétizgulja magát, mert ki tudja, mi lesz, hogy ez pár perc alatt eldőlhet a sorsa. Itt viszont nyugodtan szétnézhet, tét nélkül ismerkedhet olyan szakmákkal, olyan állás lehetőségekkel, amelyekre esetleg érdemes rámozdulni. Tehát a közvetlenség és a lazasság az, ami ezt a napot jellemzi, és én nagyon örülök, hogy újra meg tudtuk ezt rendezni. A salgótarjáni állásbőrzén közel 1650 állásajánlattal jelent meg a mintegy 35 kiállító, akik között a magánszektorban tevékenykedő cégek épp úgy megtalálhatóak voltak, mint az állami intézmények, vagy éppen a fegyveres testületek, de különböző képzésekkel is találkozhattak a látogatók.